Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, hopsz, elfelejtettem bekapcsolni a lámpát. Még mindig jobb, mint amit tegnap csináltam, amikor elfelejtettem megosztani a jó kis haszid összejövetelt, amin részt vettem. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, már nem vagyok egyedül, jó estét kívánok, akik most csatlakoztak, bár neveket nem dobott föl, még a Facebook, de már több mint 15-en vagyunk. Szeretettel üdvözlök mindenkit, várjunk még néhány másodpercet, az talán túlzás lenne, de néhány másodpercet, még legalább 30-an nem vagyunk, 50-en, és akkor érdemes belevágni a mai, már több mint 35-en vagyunk, úgyhogy ez elég hamar el fog következni, Isten segít. Bele fogunk vágni a mai tanulmányokba. Tegnap este technikai malőr volt, ami miatt ilyen még nem fordult elő, mármint technikai malőr már fordult elő, olyan még nem fordult elő, hogy nem volt bejelentkezés. Nagyon szépen köszönöm azt a sok-sok levelet, amit ma kaptam, mármint tegnap, meg ma kaptam. Több mint 20-an írtatok, hogy nagyon vártátok, és hogy reméljük, hogy nincsen semmi baj. Kiírtam tegnap a Facebookra aztán, hogy technikai okokból nem sikerült bejelentkeznem, ezért mindenkitől elnézést, szíves elnézést kérek. Ráadásul pont tegnap este, és most már pár órája vége van, tegnap este volt Nisan 11-e, a Lubavitch Rebbe születésnapja, úgyhogy Lubavitch Rebbe születésnapja, ami különös alkalom, a haszid kalendáriumban mindenképpen, ugye a nemzedék vezetője, a generációnk vezetője, születésnapja, ez egy különleges alkalom, úgyhogy majd fogunk beszélni egy pillanatra a tegnap esti tanulásról is, vagy a tegnap esti tananyagról, ami ugye elmaradt. Annál is inkább, mert most már majdnem 3 hónapja a Lubavitch Rebbe, az előbb említett Lubavitch Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, Ha Jom Jom című könyvéből tanulunk, ez egy vékony kis füzetke, minden napra a Rebbe ad egy kis tanítást, egy kis aforizmát, egy haszid gondolatot, egy szép történetet, egy tóramagyarázatot. Ma Nisan 12-e van, úgyhogy először a mai tananyagot fogjuk átvenni, aztán pedig, ha még van idő, akkor bepótoljuk a tegnapit is. De még mielőtt erre rákanyarodunk, azelőtt érkezett 3 kérdés, azokat gyorsan megválaszolom, hogy ne legyen ebben hiba. Azt mondja, 2 kérdésem volna zsidó és nem zsidó tagokkal rendelkező, úgy szólván vegyes vallású családokkal kapcsolatban. Amennyiben 2 zsidó hagyományos keretek között köti össze életét, nem zsidó családtagok, barátok részt vehetnek-e vendégként az esküvői ceremónián a zsinagógában? A válasz természetesen igen. Illetve biztosan gyakori téma, de a keresztény ünnepek, például a karácsony, húsvét együtt ünneplése is érdekelne, szabad vagy nem szabad? A rövid válasz az, hogy nem szabad. A hosszú válasz az, hogy természetesen van a dolognak életszerűsége. Zsidó vallás tiltja más vallások ünnepének celebrálását, de hát amikor azt mondjuk, hogy egy karácsony ünnepség, akkor azért érdemes különbséget tenni, hogy milyen ünnepségről van szó. Van-e annak az ünnepségnek egyáltalán bármilyen vallásos jellege? Ugye a karácsony az sajnos, vagy nem tudom, hogy mi a jó, vagy megfelelő jelző rá, de a karácsony az tulajdonképpen egy országos ünneplet, egy világünnep, egy nemzeti ünnep, sokat veszített, sok helyen veszített a vallásos jellegéből, amit nem tudok most megítélni, nem vagyok hivatott megítélni, hogy ez jó, hogy így van, vagy nincsen jó, hogy így van. Pusztán csak tényt közlök. Nem szabad zsidó embernek bemenni, vagy egy más vallásnak az ünnepét celebrálni, de például egy céges karácsonyi buli, aminek aztán végképp nincsen, hogy mondjam, nincsen vallási jellege, csak pusztán arra van, ugye, arra az időszakra van időzítve, ami ugye az év vége, és akkor le lehet zárni az évet, ez teljesen más elbírálás alá esik, mint amikor az ember részt vesz egy ténylegesen karácsonyi jellegű ünnepségre. Oké. Kérdezni szeretném, hogy házilag tudunk-e macest készíteni, jelenleg nem tudom megvenni, kiszállítás nem lehetséges. Nem lehet házilag macest készíteni, vagy szóval, hogy gyakorlatilag amit készítesz házilag, az nem lesz megfelelő nem kóser, pláne nem pészachi kóser. A macest készítés az egy rendkívül, bár nagyon egyszerű étel, mert csak liszt és víz van benne, de egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat. Először is egy olyan helyiség kell hozzá, és olyan eszközök, amelyek ki vannak kóserítva a pészachra. Az azt jelenti, hogy minden kovászostól meg van szabadítva, alaposan le van tisztítva, bizonyos eszközöket tűzzel kell kiégetni, bizonyos eszközöket forró vízzel kell kiégetni, ahhoz, hogy azok alkalmasak legyenek Pészákra. Ezt megtesszük egyébként, vagy megtettük
a feleségem, mondanám azt, hogy a feleségem segítségével, a valóságban az én segítségemmel, de a feleségem csinált az oroszlán részét, a mi konyhánk már teljesen pészaki kóser, holnap este meg is fogom nektek mutatni, mi kedden teljesen átpakoltunk, elpakoltuk az egész éves edényeket, tányérokat, minden mást, helyette vannak pészaki edényeink, pészaki lábosaink, pészaki tepsieink, pészaki tányér, pészaki étkészlet, poharak, stb. Nincsen a házban most már semmilyen hamec, semmilyen kovászos. Úgyhogy milyen nehéz lesz, vagy szóval nagyon nehéz macest készíteni ilyen tekintetben. Profi emberekre kell bízni, olyanokra, akik ezt megtegyik. Egyébként nem tudom, hogy hol lakik a kedves kérdező, azt mondja, hogy nem lehetséges a kiszállítás. Én azért megkockáztatom, hogy lehetséges ez a kiszállítás. Úgyhogy ha esetleg ír nekem privátban nevet, címet, akkor gondoskodni tudok róla, hogy Pészákra eljusson macesz a kedves tanulótársunknak. Azt mondja, következő, ja igen, Jom Kipurkor, gyógyszerem bevehetem-e egy pár korty vízzel, mert sajnos a gyomra miatt szedem, kér, időre kedves kérdező, természetesen ilyenkor szabad bevenni gyógyszert Jom Kipurkor, vitaminokat és egyéb dolgokat nem szabad, olyan gyógyszereket, amelyek ugye életveszély, azt még korábban beszéltük, az minden mást felülír, hogyha valaki, nem tudom, a vérnyomására szed gyógyszert, vagy a szívére szed gyógyszert, vagy a gyomrára szed gyógyszert, vagy valami olyasmi, amit hogyha egy napig kihagy, akkor az komoly veszélyekkel járna. Természetesen be lehet venni azokat a gyógyszereket. De mondok egy példát, hogyha csak napi egy gyógyszert kell, ha abból a készítményből napi egyet kell csak bevenni, és azt mindegy, hogy reggel teszed vagy este, akkor érdemes Jom Kipur utára időzíteni, és akkor ebből nincsen probléma. Következő kérdéshez szeretnék, egyébként kortyvízzel is be lehet venni ezt. Következő kérdéshez szeretnék önhöz fordulni, mert korábban beszélt arról, hogy hogyan kell imádkozni, mikor és mi, de az lenne a kérdésem, hogy egy nőre ugyanazok vonatkoznak, vagy másfajta módon kell imádkozni. Nőknek nem kell másfajta módon imádkozni, mint a férfiaknak, ugyanazokat az imákat mondják az asszonyok is, meg a férfiak is. Egyedüli különbség az, hogy a nőknek nem kötelező imádkozni, a férfiaknak kötelező imádkozni. A nők minden olyan, a nők mentesítve vannak minden olyan pozitív, azaz cselekvésre buzdító tórai parancstól, amelyek időhöz vannak kötve. Ilyen például az imádkozás is, a férfiaknak háromszor kell imádkozni, szombaton négyszer, ünnepekkor is négyszer, Jom Kipurkor ötször, a nőknek nem kell imádkozni. Ez nem azt jelenti, hogy nők nem imádkozhatnak, imádkozhatnak természetesen, sőt, nagyon helyes, hogyha imádkoznak, hiszen a nők életét is Isten segíti, nekik is kell kapcsolatot kialakítani Istennel. Nagyon helyes, hogyha imádkoznak, de számukra nem kötelező. Ugye a zsidó imáknak megvan mikortól meddig lehet mondani a reggeli imát, mikortól meddig lehet mondani a délutáni imát, az esti imát, szombatén az extra imát, a úgynevezett muszáf imát, meg ünnepeken, vagy a Jom Kipurkora még egy plusz extra imát. Szóval megvannak a pontos időkorlátok, hogy ezt mikor lehet tenni a nőkre. Ez nem vonatkozik természetesen, vagy nem természetesen, de a nőkre ez nem vonatkozik. Annál is inkább, mert a nők ugye el vannak foglalva a ház dolgaival, a család, a gyermekek dolgaival, és nincs nekik idejük ilyesmire, úgyhogy rabbik, minden olyan micva, minden olyan parancsolat alól felmentették a nőket, amely parancsolatok időhöz vannak kötve, a cselekvő parancsolatok, a tiltó parancsolatok, mindegyike természetesen ugyanúgy vonatkozik a nőkre, szombat, minden más. És van egy csomó kivétel még a cselekvő parancsolatok, az időhöz kötött cselekvő parancsolatok tekintetében, ami szintén kötelező a nők számára. Gyakorlatilag ez egy tipikusan olyan szabály, ami alól több a kivétel, mint maga a szabály, úgyhogy csak néhány olyan micva, csak néhány olyan parancsolat van, amelyek alól a nők fel vannak mentve, ilyen például az imádkozás, vagy az imaszi viselése, és nem csak, hogy a nők fel vannak mentve, a nőknek nem szabad imasziat hordani, de ez egy másik beszélgetés témája kéne, hogy legyen. No, rákanyarodunk lassan Pészákra, az egyiptomi kivonulás csodálatos ünnepére. A Rebbe a következőt mondja. A zsidó nép az egyiptomi kivonulás óta úgy hivattatik az örökkévaló serege. Ugye Mózes második könyvének 12. vers 41. szakaszában azt olvassuk, a 430. esztendő végén éppen az alapon vonult ki az örökkévaló egész serege Egyiptomból. Szóval az egyiptomi kivonulás óta a zsidó népet úgy hívjuk, hogy az örökkévaló serege. Tzivat Hashem. Úgy is hivattatik, hogy szolgák. Ugye?
Avadim, Atemlá, Semeló, Kéhem, szolgái vagytok ti az örökkévalónak, ugye? A zsidó népnek tehát van ez a két elnevezés. Az egyik az örökkévaló serege, a másik pedig Isten szolgái. Mi a különbség? Azt mondja Rebbe, a különbség a következő. A szolga sokféle szinten végzi ura szolgálatát. Dolgozhat olyan finom mesterségeken, mint például a gyöngyfűzés, de végezhet másfajta szakértelmet kívánó munkát, vagy akár egyszerű feladatokat. Szolgálata nagy fáradtsággal és munkával jár, ugyanakkor ez nem jelent önfeláldozást, hogy lemondjon saját életéről. A katonák olyan szolgák, akik nagy fáradtsággal és sok munkával, önfeláldozással szolgálnak honvédő háborúkban vagy támadások elhárításában. A szolga tehát fáradtságos munkával végzi el a gazdája vagy urának az akaratát. A katonák a legmagasabb fokú és határozott elszántsággal örködnek állásainkon. Ugye akkor tehát azt mondtuk, hogy van az örökkévaló serege nevű kifejezés, és van az Isten szolgái nevű kifejezés. A szolga tehát az, aki fáradtságos munkával végzi az urának a dolgát, az ura által adott feladatot, de ez nem jár önfeláldozással, ez nem jár szilát nefessel, hiszen nem kell lemondjon a saját életéről. Ezzel szemben a katona, ugye, mert a másik kifejezés az örökkévaló serege, ugye a sereg az valamiféle az valami hadsereg-szerű kifejezés, úgyhogy a katonák viszont a legmagasabb fokú és határozott elszántsággal örködnek állásaikon, az ellenféltől nem riadnak vissza, szolgálatok azon nyugszik, hogy vajon megértették-e a feladatot, hiszen a parancsok szerint járnak el. Tehát a katona szolgálata ezzel szemben önfeláldozással jár, vagy akár az élete feláldozásával is járhat, hiszen amikor az ember hadseregben van, akkor akár az életét is fel kell áldozza. A zsidók Egyiptomban súlyos és kegyetlen megpróbáltatásaik alatt teljesen alacsonyodtak. Mindennek ellenére nem változtatták meg nyelvüket, nevüket és egyedi ruházatukat. Mindjárt ezt elmondom, miről van szó. Abszolút elszántsággal örködtek állásaikon, mert tudták, hogy Isten megígérte, hogy megváltja őket. Aki hasonlóképpen viselkedik, még ilyen körülmények között is, az Isten hadseregének katonája és a mindenható természetében megnyilvánuló, mégis azt meghaladó módon lesz segítségére. Akkor miről van szó? Arról van szó, azt mondja Rebbe, hogy a zsidó nép miért vált, ugye a zsidó nép Isten szolgája. De valamiért az egyiptomi, hogy Isten serege, az az egyiptomi kivonuláshoz kötődik. Miért kötődik az egyiptomi kivonuláshoz? Mert mi történt Egyiptomban? Egyiptomban az történt, hogy a zsidók nép 210 évig volt súlyos rabszolgaságban Egyiptomban. Ez azt jelenti, hogy ugye, amilyen horror sztorikat lehet olvasni a Tórában erről, hogy hogyan kínozták, hogy hogyan dolgoztatták, az egy dolog, az egyiptomiak a zsidókat, de hogy hogyan kínozták, ugye, hogy gyerekeket befalaszták a falakba, a kövek közé a zsidók gyerekeit befalaszták. Ugye aztán később a fáraó elrendelt, hogy meg kell ölni minden zsidó fiú gyereket, hogy ne szaporodjanak tovább, hogy a zsidóság mint vallás ne menjen tovább. Ugye ütötték, verték őket, éheztették. Tehát tulajdonképpen egy 210 év az baromi hosszú idő, kedves barátaim. De nagyon hosszú idő. Most így elmondva nem tűnik olyan hosszan, de ez 200 évszázad. Az több idő, mint ami eltelt a 1848-49-es szabadságharc óta. Ez 200 évszázad. 200 évszázad súlyos, kegyetlen rabszolgasága. Egy holokauszt. Egy népírtás. Ez történt az egyiptomi rabszolgaság. Ez volt az egyiptomi rabszolgaság. Mégis a Tó azt meséli, közben mindenkit köszöntök, aki most csatlakoztak, azt meséli a Talmud, hogy bár a zsidó nép elhagyta a vallását, szóval az ős Ábrahám, még nem volt vallása, mert ez még a szinájgyi kinyilatkoztatás előtt volt, de elhagyta az Ábrahám és Izsák és Jákob utáni örökséget, pogányok lettek, bálványokat imádtak, úgy, mint az egyiptomiak, nem hittek az egy Istenben. Még egyszer, parancsolatok még nem voltak, hiszen még mindez az egyiptomi, vagy a Szinájhegyi kinyilatkoztatás előtt volt, ugye az egyiptomi kivonulás után nyilatkozott ki Isten a Szinájhegyen. De mégis voltak, hagyományok, amelyeket kaptak már Ábrahámtól, Izsáktól és Jákobtól. Ugye Ábrahám 400 évvel korábban élt, tehát 400 éve voltak hagyományok, amik őket zsidóvá tették. Az egyiptomban rabszolgaságban sínlődő zsidók. És ezeket a hagyományokat elhagyták. Minusz három dolog. Három dolgot megőriztek. Mi az a három dolog? Azt mondja a Talmud, megőrizték a neveiket, zsidó neveket adtak egymásnak, a gyerekeiknek, nem vették fel az egyiptomi neveket, a neveiket megőrizték a nyelvüket, a héber nyelven kommunikáltak a zsidók egymás között, még a legsötétebb, áldázabb időkben is a rabszolgaság idején, a 210 év
pokoli rabszolgasága idején, megőrizték a neveiket, nem, a név az egy asszimilációs eszköz. Először befejezem, mi volt a három, és aztán elmondom részletesen, mi az egyik. Az egyik az a név, a másik a nyelvük, a harmadik pedig az egyedi ruházatuk. Az egyedi ruházat. Ugye az egyedi ruházat, ami a zsidót zsidóvá teszi, ugye nekem itt az ingem alatt, most nem akarok neki vetkőzni, az ingem alatt van egy imasál, úgy hívják, hogy talit katán. Ez mindig hordja az ember a ruhája alatt. Kipa van a fejemen, ezek zsidó öltözködési jegyek. A név megtartása, a nyelv megtartása és az öltözködés megtartása, az tulajdonképpen ezek mind azt segítették elő, hogy a zsidó nép ne asszimilálódhasson teljes mértékben az egyiptomi társadalomba. Mert hogyha ezeket elveszítenék, hogyha fölveszik az egyiptomi neveket, és hogyha beszélik az egyiptomi nyelven kommunikálnak egymással, és úgy öltöznek, mint az egyiptomiak, akkor végképp asszimilálódhattak volna. Most persze felmerül a kérdés, amikor fiatal voltam, ez a kérdés sokáig izgatott engem, hogy na jó, de mi van ma? Hát ma nagyon sok zsidó ugyanazt a nevet használja, mint a nem zsidók. Nekem is van egy polgári nevem, úgyhogy a Megyeri, így van beírva az útlevelembe, a személyigazolványomba, a születésanyagkönyvi kivonatomba, Megyeri András Jonatán. Tehát nekem is van egy magyar nevem, András, ez egy magyar név, mármint görög eredetű, de mégiscsak magyar név. Mi a helyzet ezekkel a nevekkel? Péter, Zoltán, Gábor, tudom én. És akkor, és ráadásul magyarul beszélünk, tehát a neveinket se őriztük meg, magyarul beszélünk, olyan ruhákban öltözünk, oké, hogy megvan a talit katán, oké, hogy megvan a ruhánk alatt a talit katán, oké, hogy van kipa a fejünkön, de mégis ugyanolyan ruhát, ugyanolyan inget hordok, mint bárki más, mint a nem zsidók, akkor hogy lehet, hogy mi ezeket nem figyelünk annyira? Hát azért van ez, amiért nem figyelünk annyira, mert nekünk már nincs szükségünk erre a három dologra feltétlenül, mert minket már megtart a Tóra parancsolata. Az egyiptomban rabszolgaság, az egyiptomi rabszolgaság idején még nem volt Tóra, hiszen ez a Szinájhegyi kinyilatkoztatás előtt volt. Tehát még nem volt Tóra, még nem voltak a parancsolatok, amik megtarthatták volna a zsidó népet. Az egyiptomi kivonulás után, amikor a zsidó nép elérkezik 50 nappal az kivonulás után a Szinájhegyhez, Isten megjelenik a teljes Szinájhegynél álló cirka 2-2,5 millió ember előtt, és átadja neki a Mózesen keresztül a 10 parancsolatot és a Tórát, onnantól kezdve már ez a három dolog még mindig fontos, az ember igyekezik a héber nevét használni, igyekezzék zsidósan öltözködni, igyekezzék speciális nyelvet beszélni, hébert, jidis, stb., de már nem csak ez a három, dolog van, ami képes bennünket megtartani, hiszen már ott vannak a parancsolatok, a micvák, amelyek képesek arra, hogy megőrizzék azt, hogy megóvjanak bennünket attól, hogy teljesen elvesszünk a környező népek között. Most. Tulajdonképpen a következőt mondja a Rebbe, azt mondja, kétfajta kifejezés van. Kétfajta módon hivatatik a zsidó nép. Az egyik Isten szolgája, a másik Isten serege. Közben Zilahi István azt írja, hogy a 2,5 millió zsidó enyhe túlzás. Tehát már miért volna túlzás, kedves István? A Tórában, mármint, ugye, hogy fogadjuk el, hogy ami a Tórában van írva, az megtörtént. Jó, tehát itt kezdjük, mert ha nem fogadjuk el, akkor nem nagyon amiről beszélünk. De hogyha elfogadjuk, hogy a Tórában az van írva, hogy a Tórában, ami le van írva, az megtörtént, akkor körülbelül 2-2,5 millió ember kellett legyen a Szinájhegyi kinyilatkoztatásnál. Miért? Mert azt írja a Tóra, hogy 600 ezer 20 és 50 év közötti férfi vonult ki Egyiptomból. 600 ezer 20 és 50 év közötti férfi, azaz 600 ezer sorköteles férfi vonult ki, hadseregbe sorköteles férfi vonult ki. Most, hogyha hozzáveszem a 20 évnél fiatalabb férfiakat, az 50 évnél idősebb férfiakat, és hozzáveszem a nőket, extrapoláljunk, jó? Tehát van 600 ezer 20 és 50 év közötti férfi. Körülbelül gondolom van 600 ezer 20 és 50 év közötti nő. Az már összesen 1,2 millió. Plusz vannak a gyerekek, a zsidóknál sok gyerek van, ugye? Ez még a születésszabályozás, meg a fogalmazásgátlás előtt volt, zsidóknál sok gyerek van, 5-6-7-8 gyerek. Akik 20 év alatti, ugye? Családonként. Na, hát akkor, és vegyük hozzá még az idősebbeket is, simán kijön a 2-2,5 millió ember, sőt, akár lehet, hogy több is, lehet, hogy 3 millió ember.
Ez egyébként a Maimonides azt mondja, és ez szerintem egy nagyon helyes gondolat, azért azt mondja Maimonides, hogy ez az oka annak, vagy ez többek között a bizonyítéka annak, hogy a zsidó vallás az valóban igaz. Hogy valóban igaz, ami a Tórában le van írva. Miért? Mert azt mondja, ugye, hogy mondta, Abraham Lincoln mondta azt, neki volt ez a mondása, hogy kevés embert átverhetsz sokszor, sok embert átverhetsz kevésszer, de sok embert sokszor nem fogsz tudni átverni. Ugye, 3 millió embert nem lehet átverni. Nem tud valaki elő egy olyan trükköt mutatni, hogy ha Mózes egy sarlatán lett volna, Isten ments, és Isten valóban nem jelenik meg a Szinehegyen, 3 millió embert vert át Mózes, azért az nem, és ráadásul a zsidók szkeptikusak, hát amúgy sem egy, amúgy is egy szkeptikus nép, az se hiszi el, amit lát. Nem lett volna ott a 3 millió ember között, nem lett volna a 3 millió ember között valaki, aki azt mondja, hogy várjátok gyerekek, itt valami átverés van, itt egy ilyen kandikamera műsor forog, és nem pedig Isten jelenik meg, ugye? Na, és akkor ez egy bizonyíték arra, hogy, vagy egy potenciális bizonyíték arra, hogy ami a Tórában van írva, a Szinájnyi kinyilatkoztatás, az valóban megtörtént esemény volt. Nos, tehát visszatérve arra a gondolatra, amit a Rebbe mond. A Rebbe a következő gondolatot mondja. Azt mondja, vannak a rabszolgák, a zsidó nép egy módon Isten szolgáiként hivattatik, avadim atem lehasem elokechem, szolgái vagytok ti az örökkévaló isteneteknek. És van másrésztről a Tzvaot Hashem, Isten serege. Ezt a titulust, ezt a nevet, ezt az elnevezést a zsidó nép, hogy Isten serege, ezt az elnevezést a zsidó nép az egyiptomi kivonulás után kapta. Akkor tehát ez azt jelenti, hogy valami történt az egyiptomi kivonulás alatt, valami kataklizmikus esemény volt ez az egyiptomi kivonulás, amitől a zsidó nép szolgákból sereggé vált. Szolgából katonává vált. Mi volt ez? Ez az önfeláldozás volt. Az az önfeláldozás, amivel a rabszolgaság alatt éltek, az az önfeláldozás, amiért nem változtatták meg neveiket, öltözködésüket és nyelvüket, az az önfeláldozás, amiért 210 év kőkemény, brutális rabszolgasága alatt sem voltak hajlandóak teljes mértékben lemondani a hagyományaikról és asszimilálódni, hogyha ha az ember ilyenfajta, ilyen mérték önfeláldozást csinál, vagy ilyen önfeláldozást végez, akkor joggal hivattatik katonának, Isten katonájának. Mert egy katona természetéből fakadóan önfeláldozó. Egy katona természetéből fakadóan köteles az életét feláldozni. Ugye, ha bemész a hadseregbe, akkor arra esély van. Esély van, hogy meg fogsz halni nem természetes körülmények között. Lehet, hogy hamarabb, mint ahogy egyébként meghalnál. Főként, hogy elküldenek Irakba vagy Afganisztánba harcolni. Ugye? Ez azt jelenti, hogy a katonaság az a priori jelent valamiféle önfeláldozást, márpedig, ha jelent valami önfeláldozást, akkor értjük már, hogy miért hivattatnak a zsidó nép, miért hivattatik Isten katonáinak az egyiptomi kivonulás után, mert az egyiptomi rabszolgaság alatt mutatott példás viselkedés volt az, ami miatt a zsidó nép kiérdemelte azt, hogy katonának hivattassék. Ez a Rebének a gondolata. Jó? Még annyit engedjetek meg, hogy még a tegnapi, ugye tegnap elmaradt technikai okokból, amiért még egyszer elnézést kérek, a technikai okokból elmaradt tanulás miatt, és ugye tegnap volt a Rebének a születésnapja, 119 éve született a 7. Lubavitch Rebe, ugye 1902-ben született, 1994-ben halt meg, most van 2021, tehát 119 éve volt a Rebének a születésnapja, és ez Nisan hónap 11-e, és a következőt írja a Rebe a saját születésnapján. Azt mondja, az ember születésnapján vonuljon kicsit elkülönülve, tekintse át tapasztalatait, és mélyedjen el bennük. Ezután térjen meg, és javítsa ki azokat a múltbéli hibákat, melyeknek javítására, vagy melyek kolosszális gondolatot mond. A kolosszális gondolat, amit a Rebe mond, az a következő. Az ember születésnapja egy önvizsgálat időszak. Miközben az ember boldog, és örüljön, és ünnepelje, és ünnepeltesse magát a születésnapján, aközben fontos, hogy önvizsgálatot tartson. Ez egy mérföldkő. A mérföldkövek azért vannak, hogy az ember megálljon egy pillanatra, és elgondolkozzon. Ugyanúgy ugye a zsidó hagyományban, a zsidó vallásgyakorlatban, Rosh Hashanah, az új év, a zsidó új év, az nem egy olyan, mint a szilveszter, trombitálunk és lerészegedünk. Az a zsidó újév az egy nagyon komoly időszak, amikor megbánjuk a bűneinket, amikor Isten elé járulunk, amikor könyörgünk egy jó évért, amikor önvizsgálatot tartunk,
és megbánjuk a bűneinket, önvizsgálatot tartunk, bocsánatot kérünk azoktól, akiket esetleg megbánthattunk, és természetesen bocsánatot kérünk Istentől. A riadalom ünnepe ez, az új év. Ugye? Mert az új év egy mérföldkő, egy számvetési időszak, amikor az ember át kell, hogy vizsgálja azt, hogy mi volt az elmúlt évben, abból le kell vonni a következtetéseket, hogy ez a dolog lényege. A lényege az önvizsgálatnak az, hogy az ember konklúziót vonjon le. Az ember vonjon le valamiféle következtetést. És a következtetés levonásnak pedig az a lényege, hogy az ember tegyen pozitív elhatározásokat a jövőt illetően. Még egyszer. Önvizsgálat, elmélkedés, és pozitív elhatározások. Az ember át kell gondolja, hogy mi történt a múltban, meg kell bánja, amit csinált, és le kell vonnia a konzekvenciát, vagy le kell vonnia a következtetést, és a következtetés levonása teljesen értelmetlen, hogyha az nem párosul a jövőre nézve valamiféle pozitív elhatározással. Mit fogok másként csinálni? Mit éri meg levonni a konklúziót, mit éri meg levonni a következtetést, hogyha semmiben nem fogja megváltoztatni a jövőmet? Egyáltalán nem fontos. Akkor fontos a következtetés levonás, amikor ez meg fogja változni, ha ez párosul a jövő pozitív megváltoztatásával. Ugye? Az üzleti életben is így van. Az ember csinál egy vállalkozást, az ember vállalkozó. Ugye elkezdi építeni a bizniszt, csinál egy tervet, optimális esetben, elkezdi építeni a bizniszt, és időnként negyed évente, aztán fél évente, én dolgoztam multinacionális nagyvállalatoknál, negyedéves riportok, meg fél éves riportok, meg éves összegzések. Ugye amikor az ember számot vet azzal, hogy mit csinált az elmúlt évben, hogy ment az üzlet az elmúlt évben, kell húzni egy mérleget. Hogy állunk? Ha jól állunk, akkor mit csináltunk jól, amit még jobban csinálhatnánk? Miket csináltunk kevésbé jól? Ha pedig nem állunk jól, ha pedig vacakul állunk, akkor nézzük meg, hogy miért állunk vacakul. És mit fogunk a jövőben tovább csinálni? Másként, ha eddig mindent rosszul csináltunk, és az a jövőben is ugyanúgy fogjuk csinálni, akkor előbb-utóbb búcsút mondhatunk a biznisznek. Ez egész biztos. Ugyanígy van ez az ember életével is. A születésnap az az időszak, amikor az ember tekintse át az elmúlt évet, az, hogy mit csinált, hogy csinálta, miként élt, és vonjon le belőle egy mérleget. Annak érdekében, hogy az abból szerzett tapasztalatokat felhasználja egy pozitívabb, egy jobb, egy minőségibb, egy magasabb rendű élet folytatása felé a következő évben. Ez a születésnap lényege. És ez nem kell, hogy depressziós ünnep legyen. Lehet, hogy megijesztettem valakit, és azt mondom, hát a születésnap az egy vidám ünnep. Persze, ez vidám ünnep. A mérlegvonás, a számvetés, az vidám dolog. Ugye? Gondoljátok csak meg, ha mindent rosszul csináltatok, tegyük fel, nem ti. Ha mindent rosszul csináltam, és nem vonok, nem állok meg egy pillanatra, tekintem át, hogy mit csináltam, és vonok mérleget, és teszek pozitív elhatározásokat, akkor tovább folytatom ugyanazt. A lehetőség, hogy megállhatok, a lehetőség, hogy itt van egy alkalom, amikor számot tudok vetni az elmúlt év cselekedeteivel, ez egy kiváló lehetőség, amely viszont örömre, boldogságra és ünneplésre ad okot. Ez a lehetőség. Hogy a születésnap egy lehetőség, amikor áttekinthetem azt, hogy mi történt az elmúlt időszakban. Ez nem kell, hogy még akkor is, hogyha az ember követett el hibákat, ez nem kell, hogy depressziósá tegye. Sőt, ha valaki depressziósá tesz azt, hogy milyen hibákat követ el, az valószínűleg az két dolgot fog eredményezni. Az egyik, hogy nem fog merni szembenézni a hibáival soha. Később. Nem akar szembesülni a hibáival, mert az mindig fájdalmat okoz neki. Ezért nem szabad, hogy az embert a saját hibái elkeseredéssel töltsék el. Nem kell, hogy szomorúsággal töltsék el. A számbavétel az mindig egy lehetőség arra, hogy a dolgokat pozitív irányba fordítsuk meg.
Kedves barátaim, köszönöm, hogy ma este itt voltatok velem. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel. Néhány perc múlva ide kiteszem a Facebookra mind a tegnapi tanulás, mind a mai tanulás anyagát. Holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel. Köszönöm a kérdéseket. Tényleg nagyon sok köszönöm, ezt a ma tényleg rengeteg privát üzenet érkezett. Többnyire aggódó, hogy mi történt tegnap. Szóval holnap este 8-kor várlak benneteket sok szeretettel. Ha van bárkinek bármilyen kérdése, személyes, bármi, amit megosztana velem, tudjátok, itt ezen az oldalon privát üzenetben lehet írni. Szép estét kívánok, jó estét mindenkinek, jó egészséget, vigyázzatok magatokra, holnap este 8-kor, Tali!